Elektronikai hulladékfeldolgozó üzemcsarnokot avattak Miskolcon, háztartási eszközöket hasznosítanak újra. Miskolci pincérek és szakácsok váltak szakmáik legjobbjaivá, mestervizsgát tettek, hogy diákokat taníthassanak. Miskolcon járt Lee Darrell, az amerikai természettudós, az állatfajok megmentéséért dolgozik. 2019. szeptember 25-e szerda van. 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek. Országszerte is egyedülálló elektronikai hulladékfeldolgozó üzemcsarnokot adtak át Miskolcon. A beruházást önerőből mintegy 1,6 milliárd forintból valósította meg a magyar tulajdonú cég. A vállalat a két új gépsoron háztartási elektronikai eszközöket tud újra hasznosítani, emellett 50 új munkahelyet is teremt Miskolcon. Ezen a szalagon ugye a legértékesebb részét látjuk, a réznek a lejövetelét. Nem teljesen tiszta. Így lesz egy mosógépből vagy egy sütőből értékes anyag. A cég a fogyasztói társadalom nyomán keletkező rengeteg elektronikai hulladékot hasznosítja újra. A mi cégünk erre kíván választ adni azáltal, hogy ebből a szemétből, a hulladékból értékeset teremtsen, és újra az iparba és újra a piaci körforgásba vissza tudjuk vezetni az értékes alapanyagokat. A cég másfél éves munkája ért csúcsra a két új gépsorral. A Sajó-szigeti úti üzem pedig Miskolc szemléletéhez is illik. Zöld várost építünk, ezt már nagyon régóta mondjuk és építjük is, és úgy gondolom, hogy aki körbenéz, az láthatja, hogy sok projekt valósult meg e irányban. Ez a magáncég, ez a magyar tőkével rendelkező magáncég tényleg egy különleges eset. Először is nagyon jó dolgot csinál, elektronikai hulladékot dolgoz föl, és recycle, ahogy szokták mondani, ami azt jelenti, hogy az unokáinknak egy tisztább bolygót tudunk adni. Az egyik 5000, a másik gépsor 2500 tonna hulladékot dolgoz fel évente. Csöbör Katalin szerint ez az önerőből történt fejlesztés is a magyar gazdaság erejét mutatja. A magyar gazdaság most már szárnyal, a nemzeti össztermék 5%-os, és így lesz, úgy tűnik, hogy az idén is, hiszen az elmúlt negyed év kiemelkedő növekedése ezt mutatja. Tehát ennek köszönhetően egyre több vállalat jön létre, és lám-lám itt önerőből egy 1,6 milliárdos üzemet hoztak létre. Tavaly 8500 milliárd forintnyi beruházás történt hazánkban, ami a hazai KKV-k innovatív megoldásainak is köszönhető Boros Anita szerint, aki hozzátette, a fenntartható hulladékgazdálkodás jelentős kihívás. Minden olyan beruházás, amely Magyarországon bármilyen tekintetben hozzá tud járulni a hulladékgazdálkodási céljaink eléréséhez, a teljes magyarországi gazdaság fejlődésének a növekedését is támogatja. A cég 1,6 milliárdos fejlesztése az egész országban egyedülálló. Az elektronikai eszközök feldolgozása a környezetvédelméhez jelentősen hozzájárul. Pincér és szakácsmester jelöltek vizsgáztak a BOKIK szervezésében. A szakképzési törvény írja elő, hogy a gyakorlati képzőhelyeken már csak mesterek taníthatják a diákokat. A résztvevők a 180 órás képzésben elmélet és gyakorlati oktatáson vettek részt, pedagógiát és vállalkozásismereteket is tanultak. Vendégek érkeztek kedden délben a Szent Páli Szakgimnázium tankonyhájának éttermébe. Mindannyian azért jöttek, hogy egy ebéd elfogyasztása után megbizonyosodjanak a mestervizsgára jelentkezők felkészültségéről. Az kaphat ugyanis mesterfelszolgáló elismerést, akinek az elméleti és a gyakorlati tudása is megvan. Fel kellett eleveníteni a régi tanulmányokat is, és az újdonságokat is, a modern trendeket, úgyhogy igazándiból ez alapján készültem fel erre a vizsgára. Természetesen az oktatók által leadott anyagból. A felszolgáló feladata a vendégfogadásával kezdődik, de hozzátartozik a helykínálás, az italajánlás, az ételsor szeletelése, felszolgálása és a vendég távozásáig minden asztal körüli feladat ellátása.
Figyelnie kell a terítésre, az asztal és az evőeszközök tisztaságára is. A vizsgázó 10 felszolgáló és 18 szakácsmester jelölt munkáját szigorú szakmai zsűri értékelte. Egy szakácsnak nagyon kiterjedt lexikális tudással kell rendelkeznie, hiszen a különböző ételkészítési eljárások, a mártások, ugye ezek olyan dolgok, amik az évtizedek, illetve mondhatnám azt az évszázadok alatt sem változtak. Ezeket tudni kell, hogy melyik fogalomhoz mi tartozik. Emellett ugye el kell készíteniük egy display munkát. A mesterjelölt szakácsok egy hideg tálat és egy ötfogásos menüsort készítettek, amit a mesterjelölt felszolgálók tálaltak a vendégeknek. Félszín, csirkemell és sertészfűz, snidlinges tócsnival, édes burgonyapürével és mascarpone és rizsgolyóval. A menü hideg előételt, levest, meleg előételt, főételt és desszertet is tartalmazott. A felszolgáló és szakács mesterképzéseket és vizsgát a Bokik szervezte. A duális képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek, akik részt vesznek a tanulók gyakorlati oktatásában, számukra és az ő oktatóik számára a szakképzési törvény előírja, hogy középfokú végzettség mellett, a megfelelő szakmai tapasztalat mellett, vagy mesterlevéllel, vagy most szeptember 1-től a kamarai gyakorlati oktatói képzés hatósági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A legtöbb szakmában utánpótlásra van szükség. Ehhez viszont kiváló oktatók kellenek. Csak a hivatásukat legmagasabb szinten művelő pincérek és szakácsok kaphatnak mestervizsga oklevelet. Másodszorra kellett felújítani a Pattantyús általános iskola műfüves pályáját, mert a környéken élők folyamatosan bemásztak az udvarra és tönkretették a gyepet, a kapukat és a kerítést is. Fodor Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője, az iskola és a szülők segítségével most ismét felújította a pályát, hogy az általános iskolások használhassák. Az átadón a DVDK úgynevezett nagy öregje is részt vettek, akik fontosnak tartják a fiatalok sportra nevelését. Teljesen új hálót kellett, új korlátokat, új kapukat kellett, új deszka, egyetlen egy oldal palánk deszkája nem volt még. Teljesen új deszkázatot kellett készíteni. A maga műfő, ahol állunk, ugye, ez több helyen fel volt szaggatva, nagy nehezen tudtam hozzá szerezni meglévő, más területen meglévő műfűves maradványokat, azokkal lett pótolva. Tehát ez nagyon drága mulatság, de akkor is azt gondolom, hogy meg kell csinálni a tanulóifjúságnak, a jövő nemzedékének. Görög László, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja kapta idén a Színi Kritikusok díját. A Színházi Kritikusok céhe 40. alkalommal adta át az elismerést. Görög László a velencei Kalmárban nyújtott alakításáért érdemelte ki a legjobb férfi főszereplő kategória díját. A színész úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valaki kiemelkedő alakítást nyújthasson, egy jó előadás és egy nagyon jó csapat kell. Ezért a díj mindenki, aki a velencei Kalmár létrehozásában közreműködött, mondta Görög László. A darabot legközelebb október 5-én láthatja a közönség a játékszínben. 13. alkalommal rendezték meg az országos gyermek- és ifjúsági népi kézműves pályázat kiállítását és díjkiosztóját. A Hagyományok Háza, a Debreceni Művelődési Központ és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezésében két évente hirdetnek pályázatot. Az észak-magyarországi régióból és a felvidékről származó gyermekek és fiatalok pályamunkáit a Fögedi Márta Népművészeti Egyesület zsűrizte. A kiállítást is Diós Győrben nyitották meg. Szőnyegek, ruhák, használati eszközök és ékszerek. Mind gyermekek és fiatalok alkotásai. A kézműves pályázatra három kategóriában érkeztek nevezések, az óvodás csoporttól egészen a 24 éves ifjú kézművesekig. Régiónkból és a felvidékről 24 egyéni pályamunka és 10 csoportos pályázás került be a Miskolci tárlatra. Egy lábtörlőt készítettem egy kézműves tábor alkalmával itt az alkotóházban. Nem tudtam, hogy miért akarják benevezni a kiállításra, nem is gondoltam, hogy elérhet bármilyen helyezést. A szövés régebben nem nagyon érdekel, de miután foglalkoztam vele egy kicsit, egyre jobban elkezdett foglalkoztatni, és a kézműves táborban már 3 éve járok, szóval minden évben eljöttem, és nagyon tetszett, szóval úgy gondoltam, hogy most megpróbálkozom egy ilyen szövéssel.
A tárlatra népi kézműves alkotásokkal lehetett nevezni. A mesterek, népművészek, tárgyalkotók feladata pedig az volt, hogy szakmailag segítsék a gyerekeket, hiszen a hagyományok továbbadása a jövőnk záloga, fogalmazotta a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. Most mi kaptuk ezt a feladatot meg a három rendező szervtől, a Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesület Szövetségétől és a Debreceni Művöltési Központtól, hogy rendezzük meg az Észak-Magyarországi és Felvidék régiójából a nevezéseknek az összegyűjtését, zsűrizését, értékelését és ezt az ünnepi alkalmat, amikor kiállítjuk és pedig átadjuk a díjakat, díjazásokat. A pályázat célja hagyományaink őrzése, továbbvitele, valamint az utánpótlás megtalálása és kinevelése. Örülünk neki, hogy Salgótarjánból, Kassáról, Tiszadorogmáról, Miskolcról rengeteg olyan produktív alkotás érkezett, amire nem azt mondja, hogy öröm és ünnep ez a mai alkalom, hiszen a Kárpát-medencei népművészetnek, kézművességnek van folytatása. Vannak, akik csinálják, gyerekek 6-tól 25 éves korig, akiknek a munkái most itt láthatók Miskolcon. A miskolci tárlaton bemutatott munkákból az országos megmérettetés 20 egyéni és 7 csoportos pályázás jutott tovább. Az országos kiállításnak Debrecen ad majd otthont. Diákjai festmény kiállításával nyitotta jubileumi tanévét a Kafka Margit Általános Iskola. A 60 éves művészeti iskola 30 képet mutatott be a művészetek házában. A diákok fél éven keresztül készültek a kiállításra, aminek témája többek között Magyarország szépsége és a népmesék világa volt. Az általános iskolában évtizedes hagyománya van a képzőművészeti oktatásnak, épp ezért tartották fontosnak, hogy a jubileumi rendezvénysorozat első eseménye a diákok festménykiállítása legyen. A Diósgyőri vár, ahogy a hold megvilágítja. Így képzelte az egyik kafkás diák Miskolc leghíresebb építményét. Egy másik festményen a Lánchíd, körülötte hőlékballonok lebegnek. A festmények körülbelül fél évig készültek, a diákok pedig lelkesen alkottak a jubileumi kiállításra. Ez itt egy lány, ugye, akikor hát itt igazából ide gyűlnek az állatok, és a szoknyáján van egy ilyen kis erdei házikó. Lukács Léna mutatja festményét a művészetek házában. Mintha nem is egy ötödikes festette volna, annyira részletes a kidolgozás. Az intézményben évtizedek óta működik képzőművészeti oktatás. Úgy gondoltuk, hogy egy kiállítás formájában is megünnepelnénk a képzőművészet tanszakunkat, és megmutatnánk a tehetséges diákjainknak az alkotásait ezen a gyönyörű helyen, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra. A művészetek házában összesen 30 kafkás diák festményét állították ki az általános iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából. Itt a művészetek házában olyan alkotóink, olyan tehetséges képzőművész palántáink alkotásaiból készült egy kiállítás, amelyek valóban a Kafka falai között készült festmények. Itt a népmese világa, a magyar történelem, az állami hagyományok elevenednek meg ezeken a képeken. A diákok festményeit még pár napig láthatják az érdeklődők. A Föld megmentéséért együtt közös erővel tehet az emberiség. Lee Darrell, amerikai természettudós és állatvédő, férje halála után 25 évvel is eltökélten dolgozik az állatfajok megmentéséért. Gerald Darrell özvegye először látogatott hazánkba, és azon belül is a Miskolci állatkertbe, ahol 1998-ban a világon elsőként állítottak szobrot néhai férjének, Gerald Darrellnek. Dr. Lee Darrell, köszönjük! Hello. Lee Darrell, aki a mai napig a Jersey szigetén lévő állatkertet vezeti, először a Miskolci állatkert dolgozóit köszöntötte. A világhírű természettudós Gerald Darrell özvegye először járt Magyarországon, Miskolcon pedig férje képmásával is találkozott. Ez volt a világ első Darrell szobra, mely 1998 óta őrzi a világhírű állatvédő és író ember.
emlékét. Gerard Darrell élete során minél több állatfajt szeretett volna megmenteni, munkásságát halála óta Lee Darrell viszi tovább. Az állatvédő a Miskolci állatkert lakóival is testközelből találkozott. A különleges vendég látogatásával a madagaszkári makik jártak a legjobban. Lee Darrell elmondta, férjével eltökélten dolgoztak a föld ökoszisztémájának védelméért. Jerry annak szentelte életét, hogy minél több fajt mentsen meg a kihalástól. A mottunk az volt, hogy az emberiség nem teheti meg azt, hogy a kihalás szélére taszítson állatfajokat, és senki ne gondolja, hogy neki nincs felelőssége ebben. Sok embernek együtt kell tennie azért, hogy megállítsuk ezt a folyamatot, mondta Lee Darrell, aki férjével együtt több faj megmentési programban is részt vett, miközben munkájukkal az állatkertek küldetését is megfogalmazták. Szerintük minden állatkertnek egy modern Noé bárkájának kell lennie. Ez a legfontosabb, nem az, hogy állatokat mutassunk be, hanem azokon az állatfajokon keresztül, akik itt élnek nálunk, el tudjunk olyan impulzusokat, üzeneteket juttatni az ideérkező látogatóknak, amiben rádöbbennek arra, hogy a biológiai sokféleség, sokszínűség fenntartása az az emberi faj elemi érdeke, és tőlünk függ sok esetben az, hogy mely fajok azok, amelyek itt fognak velünk a bolygón élni, illetve mely fajoknak vesszük el az élőhelyét. A világhírű állatvédő a Jane Goodall Intézet meghívására érkezett hazánkba. Lee Darrell azt mondta, bár először járt Magyarországon, biztos, hogy nem ez volt az utolsó alkalom. Kemények és szilárdak, mint a szikla. Az országban egyedülálló, hogy egy állatkert együttműködik a rendőrség különleges egységével. A BÜK közterületi támogató alosztály számára nem csupán az emberek védelme, hanem a környezet, a bolygó megóvása is kiemelten fontos. Szikla szilárd elképzelésüket már a Vadas Parkban is láthatják a látogatók. Óvó tekintetük nem csak az embereké, a természetre is vigyáz a megyei rendőrfőkapitányság BÜK közterületi támogató alosztálya. A BÜK egység tagjai számára fontos a társadalmi szerepvállalás. Ők nem csak a háttérből csendben láthatatlanul védnek és óvnak minket, hanem ettől többet is tesznek. Ezt a BÜK-fát például 2 évvel ezelőtt ültették és fogadták örökbe az alosztálynál szolgálók. A fa szépen cseperedik, de az élet a természet szeretete mellett egy új tulajdonságokat is bemutatja jelképesen mostantól az állatkert. Kemények, szilárdak, mint a szikla. Azt szerettük volna demonstrálni, megmutatni, hogy a rendőröknek nem csak a közrendvédelem, hanem a környezetvédelem is ugyanolyan fontos. És hogy ezt még súlyosabban, még hangsúlyosabbá tudjuk tenni, ezért szereztük ezt a csaknem 2 tonnás sziklát, hogy ezzel is megmutassuk a társadalmi felelősségvállalásunkat, és az, hogy a rendőröknek a zöld is kék. A BÜK közterületi támogató alosztály és a Miskolci Állatkert és Kultúrpark közti kapcsolat 2 évvel ezelőtt kezdődött. Elektronikai hulladékfeldolgozó üzemcsarnokot avattak Miskolcon, háztartási eszközöket hasznosítanak újra. Miskolci pincérek és szakácsok váltak szakmáik legjobbjaivá, mestervizsgát tettek, hogy diákokat taníthassanak. Miskolcon járt Lee Darrell, az amerikai természettudós, az állatfajok megmentéséért dolgozik. Ez volt a Miskolc ma. Friss információkkal csütörtökön este 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Addig is újra nézhetik műsorainkat weboldalunkon a minap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is. E-mail címünk info@mikon.hu. Holnap már kevesebb csapadékra számíthatunk, de a hőmérséklet 20 fok alatt marad. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!